Hello. Hello. Appá. Ismét ez a csodálatos játék. Ami rohadt nehéz még azóta is. Szép reggelt. Reggelt. Tehát mindenkinek, most meg én is meglepődtem ezen a kijelentésemen, mert egyébként írdatlan nagy progressz az, amit ma megcsináltam. 8-kor keltem, és nem csak azért, mert indokolt volt. Egyébként is ez volt a terv. Opa, igen, ez sötét hagyja OBS-en keresztül megy. Senki nem tudja, hogy miért. És már nagyjából éjfélkor. Így van, így van, így van. Hajnalok hajnalán, és már éjfélkor. Hát próbáltam aludni, mondjuk azt. Szóval hatalmas dolgot vittem véghez magamhoz képest. Az a baj ezzel az egésszel, hogy a legelső nyári szünet alatt, amikor már szüleim annyira nem figyeltek oda rám, megtudtam, hogy milyen az, amikor délig alszik az ember, és hajnali 2-kor fekszik le. Plusz-minusz 1-2 óra mind a két oldalon. És azóta, tehát azóta nem bírok vele leállni. És már egyszer próbáltam, hát ha most sikerül. No, 50% is 5 óra van a gamebe, az egy eléggé seems fair. Eleget tekintve kellemes, de ügyek intézésre nem jó. Végül is igen. Végül is ez így van. Szóval, megérkeztünk ide a jégbirodalmára, ami meg van fertőzve tűzzel, vagy mi. Lényegében annyiból áll, hogy rendbe kell hozni valahogy ezt a területet is, mint ahogy azt a vízfánál is tettük. Reméljük, hogy most kevésbé akar majd minket érte megölni, mondjuk. Sims. Ja. Na, de most kérdés, hogy merre kellene tovább haladni. Először is van itt egy map fragmentünk, amit esetleg lehetne. Esetleg lehetne használni. Jó. Na várjál, az ilyen teleport cuccos. Igen, Savior Game. És ilyen tudunk warpolni is. Hogy nézzem, hogy hol vagyok pont. Igen, ott van a Map Stone. És valamerre erre kellene lenni a fragmentnek is. Ezt gondolom feljebb kéne haladni. Másfél Junior lesz majd még ma egy hátsó lökárító leszedésem. Nem értem, hogy felejtettem el, hogy azt is egyébként leszerettem volna szedni, hiszen mondták, hogy oda is szeretnének benézni. Fá! Ja, hogy ott van va... Ja nem, nincsen semmi. Jó, oké, legalább meghalt. Ez is valami. Aztán attól fosok, hogy ez mennyire lesz körülményes. Kettő csavart már megtaláltam a két szélén. Remélem nem sokkal több lesz. Hello Atis! Hello Atis! Csi papírom ma mentünk volna Pesti Kodival. Áj, dobd el. Na várjál. Jó, itt fel tudunk. Ja. Lehet mászni a játékba, wow. Shit. Adire. Egy. Nagyon ügyes. Pick up object, ja. Jó. Ez pedig eltalált. Az is eltalált. Mi? Jaj, ide nem mentek. God of War-okat? Amúgy. Már gondoltam rá. Hiszen már le is emuláltam egyébként. Hello, Koda. Bocsi. Nem láttalak.
Vezetik a legendát, azért abban maradtunk, hogy azt talán már ők is levehetnék, mert annak nem igazán közlekedett. Ez igaz. Ja igen, igen, ebben maradtunk. Szóval végül is rájöttem, hogy két szélső csavarra kellene valahogy megfogni. Ó, de jó lesz ez. So close. Dobd el! Ne dobd el. Ajaj. Aha. Értelek. Tehát pontosan arra van szó, mentés. Hát igen, ezt elcsesztem, illetve annyira nem. Ha itt most én visszamegyek ide, és innen ledobom, és ide leesek, akkor itt tudok menteni. Cannot create soul link. Why? Azt mondja, hogy ez itt... Azt mondja, hogy itt ez unsafe zone. Jó van, kedves játék, én megértem. Köszi. Gondolom, hogy a sugártól nem nagyon véd meg ez a dolog. Tehát, igen, ha itt hozzáér a kőhöz, akkor fölötte ott az út, oké. Okay. Hát akkor igazából nincs ez ettől egyszerűbb. Azt hiszem. Hát csodok a serés videó, akkor, hogy ha olyan is van, akkor nem kell tőle tartanom. Ne! Jó. Elfelejtettem megnézni, hogy ez itt biztonságos lesz-e. Jó. Ha jól látom, itt nem is, nincs is nagyon erre szükségünk. Hát nem, mivel nem tudsz ideig fellőni? Csak nem. Oké. Na most mentünk. Az ilyen irányítós cuccos, nem? Vagy csak ilyen fura alakja van? Az is lehet. Tehát ott van egy soul link. Hát ezt nem pont így gondoltam. Hát ez nem pont. Aha, várja, ott van egy mentésünk. Kill me. Mondjuk megvan a 4 stone. Akkor miért akarom magamat megölni? Azért, mert ott volt a... Na. A soul link bővítő. Na de az, hogyan kellene megszerezni. Én a plafont szeretném. Várja, hogy tudok én felmenni most a plafonra? Ja, hogy ez ennyire egyszerű vagy, jó. Teljesen félreértettük. Mi? Ez... Ez semmit nem adott. De gáz. Én nem is értem, hogy egyáltalán mit kellene. Vagy... Jó, hogy az csak XP-t ad. Vagy az lett volna? Nem. Az ott nincs semmi. Ez fura. Akkor jó. De róla csak HP van. Meg egy kicsikét úgy nézett ki, amúgy a... Az a levegő cucc, mint a map. Fragment. De csak nem az volt az. Ó, hello barátom. Ez a neked szója, vagy mi? Ó, most már egyébként ez a kis bogyó örökké velem lesz. Mert akkor a tüzes részen egy kicsit könnyebb lenne átvenni, csak azért. Vagy ebből kapok majd valami képességet.
Ja. Ó, hogy itt laktak a haverjai. Ja. Üha. Igen. Hát ő bari. Menjünk oda hozzá. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a bosszú álló game. Game. Tehát. Ez a gumó, ez a fa lenne? Mondjuk eléggé úgy hangzik. Itt egy fának a neve. E3-on mutatják be, nem lehet az előzetes? Nem. Ajaj, akkor... Hát az biztos, hogy lenne ott hype bőven. Oké, és ott is megnézem. Akkor be kell pótolnom a bosszú állókat, úgy érzem. Ó. Oh. Ez gyorsabban jött, mint gondoltam. Talán most inkább, aha. Jaj, de jó az a mászás. Jaj, de jó. Hol a répában vagyunk? Lehetséges, hogy nem is pont erre kellett volna jönni. Bejátszás nem erre mutatta. Listen. Igen, ez a... mert nem fa, ez a hegy. A szél. Lerke, element, hát, ja. Jó, szóval helyre kell állítani. Jó, kezdem kapizsgálni.
egyszerűen... Megint ott vagyok, hogy nem látom át, hogy mi történik. Tehát már amúgy érted... Legegyszerűbb dolga, de ne... Nem látom át a pályadizájnt. Tehát a kövi részben nem teljesen értettem, hogy pontosan mi lenne a lényeg. Aha, tehát azelőtt kell eltakarodni, nem mielőtt még leszakadna a teljes teteje. Oké. Tehát ez egy insta halál. De jók ezek a jégcsapok. És ha hozzáérek a tetejéhez, akkor is megtalok. Vár, az egy... Túl hideg az a szikla, vagy nem tudom. Most így... Ott meg pont az a lényeg, hogy leszakadjon, és közötte valahogy, vagy... Valami kis oldalsó... Aha. Valami kis oldalsó részbe menni. Lehet itt titkos fal van valamelyik oldalon? Hát ez fantasztikus. Ja, hogy így ki is tudja egyből köpni. Oké. Ó, de jó vagy. Hát akkor eleve így rá. Ez gyönyörű volt. Ez fantasztikus. Talán ha az lezuhan oda föntről, akkor fog majd szépen... Az alja átszakadni? Valós. Valós a dolog. Nem tudok menteni? Ez egy ilyen safe zone. Teljesen safe. Aha. Persze. Igen. Jaj, ne már! Jaj, ne már! Szivatsz. Valam néztétek a Call of Duty trailert. Na, azon beszartam. Olyan hangulata van. De olyan hangulata. Ups. Ez most azt hiszem, hogy sikerült. Keladottnak egyenlőre. Egyenlőre.
Ne. Hát most nincs több HP-m. Jobb. Látom, most már látom, hogy hol kell. Aki ebből speedrunolnak, ezek mit érezhetnek? Az a baj, hogy most igazából hiába jutok ide sok HP-val, hogyha... ez szarít fönt, instantől. Hát ez a lényeg, Koró. A speedrunnek a lényeg az, hogy egyszer se hallj meg. Nyilván akkor leszel. Akkor lesz jó a speedrunod. Nem halsz meg. Tehát ez az az Ultimate Edition. Na mondjuk igen, azért a másodjára biztosan. Biztosan könnyebb lehet. Csak nem a madár tojása. Ez így van, Koró, csak veszart se ér. Valószínűsítem, hogy a speedrun belőle már olyan speedrun, ami halál nélkül volt. Így, ha akarsz valamit kezdeni vele, akkor az az elvárás. Amikor respawn eléggé gyors. Ekkora jó fék! Hogy eleve ezért támadott a madár? Mert...
Aha, látom. Ez volt az előzmény történet, és most ide kerültünk valahogy a fészkébe. Tök jó, hogy... ahogy látszik, hogy... mi van még benne a látókörébe, és mi nem. Ismerős ez a hely nekem. Jujjuj! Na, várjunk. Vajon én jó helyen vagyok ott? Egyébként nem vagyok benne biztos. Igen, itt voltam már, ja. Ez egyik olyan rész, aminek a falat tudod volna fejelni. Na, szök jó. Tehát amikor már felszáll, akkor még nincsen veszve, ha jól értem. De, akkor már veszve van. Esetleg több mint egy óra volt, mire rájöttem, hogy mit kell csinálni. Hát ott meg van repedve az a fa, az eddig is feltűnt, és azt már akkor is meg akartam próbálni szétszedni. Nem sikerült. Sanda gyanom van, hogy az lenne a megoldás. Jó. Nem lehet menteni. Lényegében annyira nem nagy gond, de... azon fönt a kis... széttörős gyökér. De ilyen helyen miért nem lehet menteni? Azt kéne ide áthozni. Oké. Gyere! Ó, hogy te mennyi sebzel. Jó. A másik irányba vajon mi lehet egyébként? Egyébként leszarom. Nem szeretnék meghalni. Nem. Sneaky. Zsababod, várod már? Mint az állat, nagyon várom. Te is jössz? Ó, te szemét! Tehát akkor most feltámadt a szél. Aha, tehát a valami szélhegyet, vagy nem tudom mi a szart. Csináltunk meg. Ami azt jelenti... most már oly... néhány helyen... úristen, azt hittem nem mentett itt és vissza... jaj... így van, korva. Csütörtök. Ja, hogy itt fúj a szél. Aha. Szóval nem is kell mászkálnom. Csak felrepülni. Ó, easy. Oh, shit. Na. Jó. Megpróbálom, kell menni, de nem garantálok semmit. Na, tök jó. Tök jó lent a lézni élőben.
Map fragment. Oda bent ez a map fragment, ez igazából ahova? Tehát, hogy... Ez hol van, meg ott mi van, meg ilyen? Hát, ez érdekes. Gyors utazás... Nem nagyon van, na várja, hova kell menni? Mi van? Szomorúság. És a szomorúság útja, hogy valami hasonló a neve. Hát ez... Ez rohadt jól hangzik. Valahol gondolom fel kéne odaig repülni, vagy... nem is tudom. Talán itt lehet majd felrepülni ott a tetejére? Maybe. Ez nem, hogy főként vezet majd engem a széle. Bármilyen hülyén is hangzik. Adja. Ó igen. Ó igen. Ó igen. Ezt miért nem tudom kinyitni? Nem mindegy. Ne. Jó. Itt esetleg... Oh, hello. Na ez volt az. Igen. Ez kell majd egy új képesség. Aha. Milyen rohadt magas ez. Amikor a legtetejére megyünk, szóval... Akkor kettő út van, ott fölül. Bal és jobb. Ne! Mindenre vágytam, csak rátok nem. Hát ez nem úgy tűnik, mint hogyha járható út lenne. Ja, ez szétülte. Aha. Csak finoman kell adagolni a gázt is. Aha, ezek ilyen mentőpontok. Ó, igen, igazad van. Miért nem mentem bele? Csak lesz majd itt is, nem? Hát most már a HP-m se túl jó. Na. Megint nulla HP. Hello, Vicky. Vivi, oké. Nem tudom, melyre olvastam meg itt. Most azért van a legések mentés pontunk. Sorrow Pass. Ó, erre emlékszem, Vivi, amikor itt ilyen narancssárgás helyen ugráltad. De idegesítő vagy te már most. Energy door, hát ezt most nem tudjuk kinyitni.
Ó, taktik. Gyere már ide, tesz. Ujjjj. Egyik út jobb, mint a másik. Hú, ez really? Pontosan. Ja, hogy ennek a lövedéke maga nem sebez, csak hogyha hozzáérsz. Ja, nem szabad túl sokszor, nem szabad túl sokszor menteni. Zoliga, nagyon szépen köszönöm a második hónapod a Twitch Prime-mal, remélem tetszenek a live-ok. Köszönöm a támogatásokat jelent videó. Na jó, megy a fenő. Az a gond, hogy nem nagyon látom, hogy ez így pontosan honnan is. Ne! Ne! Ne, ne, ne! Huh. Hát itt fölfelé nagyon nem... Esetleg a békával, vagy a békának a köpésével. Hüha. Hát csak elhasználtam a békucit. Na, örülök. Na mindegy, ezt megigyezzük, megigyezzük. Ilyen volt. Szintlépés. Oh yes. Na, nyissuk csak ki ezt a kaput. Nagyon keveset sebzek ennek. Nagyon-nagyon keveset. Nem tudom, hogy ezzel vajon most mit érek, hogy ide bejövök. Hát ez egy ilyen opcionális. Lényegében secret, nem secret. Az mi? De egy jobb vese. Vagy gyomor, vagy nem is tudom. Ja. Hogy ilyenkor live-olok? Vannak délelőtti streamek. Vannak délelőtti streamek is. Főként az a legnagyobb okom. Ugye ezzel is próbáltam egy kicsikét leszoktatni magamat a délelőtti alvásra. Ez egyébként egészen jól sikerült. Na várjál, azt a kőt az előbb te... Persze! No! No! Meg fragment! Bli! Ne! Valami! Meg kíváncsi voltam, hogy ilyenkor ki tud itt lenni, kiknek tudok ilyenkor streamálni. Hát sajnos nem túl sok mindenkinek. Minden esetre szeretik ilyenkor is azért. Mert van, aki mondjuk csak ilyenkor érre. Furcsa, de van. Ó, és itt a mapstone. Oké. Okay.
Mi a tököm? Ez is egy dolog. Ez olyan, mint itt fönt az agy lenne, ez itt mondjuk a... Meg a belek, meg hát... De mindegy. Mondjuk egy vesely, ja. Ja. Whatever. Bölcsen használjuk el. Jó lenne a támadásomat erősíteni. Ability cells show up the map. Ooooooo. Charge dash mennyi picsbe. Hát ez jó. Ez pontosan mi? Aha. Ez az XP. Ó, egyébként ez jó, mert... Ez jó. Na várjál, ebből van olyan, amit ha felveszek, egyből ad egy darab. Ability pontot, nem? Mert van ilyen nagyon fénylő, meg van ilyen sárgásabb. Mi a különbség kettő között? Bébé! Anatóbia. Persze! Csináld meg a hülyeségen. Szóval... Most ugye kifejlesztettem azt, hogy lássam ezeket a sárga szarokat a térképen. Van olyan, aminek ilyen a... Egy könnyes, van aminek ilyen menőbb. Csak simán többet ad, vagy az instant ad egy ability pontot, vagy... Igazából ezt egészen könnyen ki tudom deríteni, csak... Persze már kamikázza, mert minden, nem? Jajaj. Ó. Igen. Ez Vivinél láttam. Pont éppen ezt csinálta. Jó, tehát arra nagyon kell figyelni, hogy ezek így kinyithatóak. Elég szumisztam volna ezzel a... Kitalálom. Hello, Benedek. De azt ott fölül nem igazán. Gondolom, a fényesebb többet ad. Ez így egészen logikus hangzik. Halihó csárd. Jövétlen lesz a nagy áttörés. Jaj, nem mondod, hogy meg lesz a két év. Nem mondod. A világosabb tuti XP. Sötétebbre nem emlékszem. Ha, tehát oda kellene. Ha, jó. Itt van fent a map fragment. Vagy mi? Ez. De ezért nem ugyanazt adják. Tehát a világos az egy ability pointot ad. A második az meg csak XP-t. Aha! Na, akkor viszont ezekben jó lenne egy párat begyűjteni, mert kicsiké gyengécske a barátunk. Három van azzal, meg ki tudjuk nyitni a összekaput, nem? Ez négy. Szóval ezt hiányzik még. Valamilyen, tehát vagy alulról, vagy felülről, vagy balról, vagy jobbról. Jobbról szerintem kizárhatjuk. Nézzük meg alulról. Mert akkor gyorsan ki tudom így fejleszteni magamat. Ami rám is fér. Habár korlátozva van. Nyilván azért valamennyire a dolog, de...
Köszi. Amúgy. Ez itt nekem gyanús. Na, mit csinálsz? Normális vagy? Va, va. Ó, igen. Ne. Ne. Oké, okay, és akkor most arra tovább tudnánk menni. Fi. Várj, erről lesz olyan bőven. Hát nem bőven egy. Ezt ott majd lesz teleport. Jó, de így még jussunk el. Most nem akarok visszamenni világ végére, ennyire. Addig még kibírjuk. Ups. So close. Oh shoot. Ilyen az játékkorok kihozza. Osú, mit tudom én, mikor. Túl sok játék létezik a világon, az baj. Aha. Aha. Igen, azt elhiszem. Supreme. Sokat tud segíteni. Jó. Ó, igen, meg vagyunk. Ne. Jó. Jó reggelt, Bingo. Műség. Ez milyen love HP-s volt. Gyanús ez, hogy ilyen sok HP-t kaptam most hirtelen. Ez túl szép, hogy igaz legyen. Valami meg fog állni. Oda fönt, mintha lenne valami. Aha. Na mondjuk például szerintem ide is a triple jump lenne a megoldás. Semmi épp reggeli ebédelek veledek, mi újság? Ó, semmi különös. Most talán még, hát időbe ebédelnék, ha. Most ebédelnék. Na. Azt itt hogy menjek fel? Ez furcsa. Tehát itt a megközelítésnek az irányát. Ha nem mindegy. Na igen, szóval ez az, ami instant ability pointot ad. Lehet, hogy mondjuk ott abban a secretben van a kapcsoló, ami kinyitja, például. Azért volt lovos, mert stompolt el egyet mellette. Ja, az egy sebez ekkorát. Wow. No, azt nem tudtam. Hát jó. Menjünk erre. Szia, Milám. Okay.
Aha, van egy sejtésem, hogy ez mire is. Mire is kellene nekünk. Bozz! Rossz gomb. Minden esetre még nem tudom feltétlenül, hogy most az így. Ez felkapná a szél, mondjuk úgy néz ki, mint ami mondjuk esetleg. Egyébként jó volt, csak. Aha, igen. Így most már minden világos. Ezt itt kinyitjuk. Itt van egy secret. Oké. Okay. Ennyi secret van egyéb. Ah! Szerencsére túlságosan nem tud vissza esni. Adakozás rendező színapja. Két forint gyűjt össze. Mármint ez hol? Facebookon vagy? Ne, toljad. Érdekes. Mi alapján kötik össze szüli nappal, de... Adakozás... Lényegében... Aha. Hát ez nagyon szép volt. És hova a fontosabb? Hát egyenlőre kellene tovább jutni, szóval. Ne! Na ez szumi. Nem is hallottam még erre. Ez a legjobb, amikor így lehet kinyírni valakit. Így lent vagy. Remélem, ez kikapcsolja az összeset. Hello, Feri! Látom már. Na! Sír. Akkor ez így meg is van. Aha, és itt most átnyitjuk a szelet. Vagy mi? Ferinek is adek-e az, aki ilyen egy fotógépre? És miért? Mennyi füvet nyír a srác? Ajaj! Ez finom lesz. Elég egész jó volt. Kajak mennyire vár az ügyírás felé? Elhívott csak azért is. És te kívülsz egy kis hokedlira az udvarba, hogy végignézz. Az is egy taktika. Igen, mindig is helikopterpilótának szerettem volna menni. Amin nem rotor van, hanem egy rohadt toll.
kb. 60 négyzetméter. Az egy fél óra maybe. Hoppá. Vagy vágja már a tarifákat, shit. Na, gondolom az sem mindegy, mekkora a fű. Háromnegyed tank, 2000 pénz csak neked. Plusz utazási költség, vagy ez hogy megy? Itt az udvar mekkora lehet, Kodi? Száz-százötven négyzetméter. Tök tudja. Hát gondoltam neked már ilyen mérnöki szemed van, aztán így becsukod a szemedet és így vágod. Így már mondod is. Ó, de jó tett volt ez. Na, új képesség. Oké. Add a képességemet. Fákat minden nap meg... Bocsom. Cserjump. Wow. Aha. Aha. Hogy még irányt is lehet neki adni. És miért nem ugrik olyan nagyot, mint az előbb? Aha, tehát ameddig nyomom. Meg kell még szokni. Ja, mondjuk itt is használtam már a charge-os elugrást. Ja, így most így, és... Oh! Ne! Ne! Akkor szar lesz. Hát hülye ne legyél már legalább. De Feri. Mindenképpen. Addig nem nyugszok. Most mit nyomok egyáltalán? Why? Na. Ma azt sem tudom hány gombot nyomok egyszerre. Jó. Ja.
De menő ez az ugrás, nagyon. Nem is kerül semmibe, úgymond. Wow. Azt sem értem. És az ott a mentési hely, érted? Az a mentési hely. Oda felugrunk, aztán megtartjuk, aztán azt berobbantjuk, de közben megfejeljük azt az... Ez fura. Na várjál már, hát mit csinálok? Hát ez maga... Ja? Bocs. Valamelyik metines pályán volt hasonló zene. Na, akkor most... ránézek, hogy merre vannak ilyen ability pointok. Meg lehet szerezni. Mert... azért szerintem hasznos lenne eléggé. Ez a map akkora, hogy azt sem tudom, hogy mi van. Szóval mondjuk eljövök ide. Aztán nézek egy párat. Legalább addig, amíg nem lesz meg annyi, amennyit éppen most lehet felhasználni. Szóval mondjuk van ott egy, amihez csupán csak... 4 darab kék cumó kell, hogy kinyissuk. Ami easy. Mondjuk a sima XP-t igazából az rossz, csak... De jó damage-em van. Csak ne felejtsem el, hogy milyen képességeim vannak. Hello, Imi! Köszönöm szépen az 51 fős rédet, le is veszem egy kicsikét. Mindenki egy hi-t az érkezőknek. Ups, így van. A rédelőknek. Remélem jó volt a stream. Épp az Ori nevezetű csodálatos és egyben rohadtul... rohadtul néha idegesítő játékkal játszunk. Én tökre azt hittem, hogy ez egy varázslatos kis utazás lesz egy kedves kis erdőbe. Oszta nagy szart. Itt nem kis platformer skillek kellenek. És itt van egy ajtó, amit valahogy ki kéne nyitni. Valahol valamivel. Ez a legjobb. Gondolom nyilván valahol a közelébe. Ez játék 1000x1000? így van, nekem is AT fülesen van. Neked is pont ugyanez van? Hú, nem tudom hirtelen, hogy... Milyen neki pontos neve? M30X-ed van? Nekem... Hű, na várjál, hagyd nézzem meg, mert most írtam, nem tudom a nevét, de nagyon szeretem. Világi életemben az volt az én álmom, hogy olyan fejhallgató legyen a fejemben, amiben egy igazi élmény zenét hallgatni. Igen, ez M50X. Igen. Mert eléggé zenebolond vagyok. És ez a füles plusz egy fiú fejhallgató erősítő, ami nagyjából olyan 20k. Olyat alkotnak együtt, hogy valami zseniális.
Valami hihetetlen, hogy mennyire minőségi cucc, és mennyire árérték arányban kitűnő. Nagyon. Én is. Teljesen végigjártam mindent, az USB és gaming, 7x1 füleseket, meg mindent, a szoftveresen húzott mélytől kezdve, mindennel próbálkoztam, hogy hogyan jussak el egy felső kategóriás hangzáshoz, de aztán, hogy rájöttem, hogy ezt az 50, nagyjából 50-60 ezer forintot ezt így rá kell verni ahhoz, hogy tényleg meglenni az, amit az ember szeret, és a legfontosabb része, nem is inkább a fejhallgató, hanem a fejhallgató erősítő. Na, azt vettem észre. De hát ebből is a... Nincs is teteje. Akármeddig lehet fölfelé menni. Így van, Emi. Kiadsz érte kétszer annyit, és egyszerűen hangzásban akkor lesz nagyjából ott, mint ahol ez van. De alaplapi hangkártyával próbáltam, úgy szerintem eléggé gyászos volt az ereje. Nem volt meg benne az a dinamika, ami így megvan benne. Kérdés közben egyébként, hol lehet az a karami, ami az zajtóhoz tartozik? Egyébként csak nem az. Nem hinném. Egyébként lesz majd olyan fejlesztés is, ami a secret area-kat megmutatja nekünk, szóval nem feltétlenül stresszelek rá erre. Mert biztos vagyok benne, hogy rohadtul elrejtették a bejáratot. Ott is van valami. Kösz szépen! Hello! Hát ez szumi! Ó! El is felejtettem, hogy erre rá lehet kapaszkodni. És most már itt tiszta víz, nem fogunk belefulladni, mint anno. Ami tök jó. Ez mennyi... Huha, azért annyira túl sok oxigén nincsen. Lehet, hogy lesz egy kis probléma. Na, de csak egy kicsi. Illetve... Ez is egy kapu. Ami karra nyitós. Ó, és látom a másik oldalon a bejáratot. Milyen nehézség? Normál. Fú, de még így is majd megbolondulok. Nem tudom, hogy vajon a hard mennyivel lenne nehezebb egyébként. Mert teljesen játékfüggő, hogy mennyi a különbség. De így is meggyűlik vele a bajom bőven. Hát meg, ugye a hard fölött megvan a... Az egy élet, hát ezt hagyjuk. Azt meghagyjuk. Aha, az oda bent egy plusz HP. Ez meg plusz... Uha. Ez is egy érdekes hely. Úgy, itt most már szél van. Ez eddig nem volt, nagyon nem volt. One life, így van. One life, a no life nehézség. Hello, unknown. Király. Na nézzük, mit tudunk fejleszteni. Mondjuk ezt. Slide burst, ez, igaz? Ez. Ha jól értem, akkor ez. Te hardbe tudod? Hát ez enemy, az olyan kettő itt vagyok. Bizonyos enemynek most én is, szóval... Kinézem ebből a játékból, hogy nagy a különbség a hard és normál között. Hát akkor... Becsülöm a... gitartásodat a hardhoz. Nem tudom, hol tartasz a game-ben nagyjából. Én most megyek... Most megyek éppen ide föl. Most nyitottam meg a szeleket. Éppen. Nem olyan régen. Ja, ez még csak egy. Éppen hogy. Csak egy. Jó, itt fölül végig csapatjuk.
Azt hiszem ez a rész itt annól nem nézett ki ennyire patentul. Ja, itt tisztítottuk meg a vizet. Kb. Pont itt. Na. Nice. Aha. Olyan nagy csímenték vannak benne, nem tudom, azt mutattam-e. Legutóbb. Beszartam. Látjátok? Csináld meg a játékot a One Life nehézségen. Ha gondolom, akkor többet is sebeznek egyébként. 0,5% by the way. Csináld meg az egész gémet halál nélkül. Csináld meg az egész játékot úgy, hogy nem használsz képességpontot. Csináld meg a gémet 3 óra alatt. Excuse me. Ez micsoda? Ez a majd később lehet valamit csinálni egyébként? Esetleg? Valószínűleg megbolondulnék. Ebbe bármelyiket is megpróbálnám, szóval... No. Na, ez kell. Növekszik az ereje, illetve még mennyi van? Ez már... Ó, meg ezt is tudjuk, király. Ezt is tudjuk. Oh, shit. Stompnak a damage-ét és radius-et. Ó, ez is nagyon jó. Ó, de jó cuccok vannak. Micsoda? Ja, az a másiknál volt a kapu. Tényleg, az instant ability pointnál ott lazán besétálhatsz. Másik nem meg fucking kapu. GTA-ban halálnak az összes helyzet egymás után egy csapattal. Jó, hát igen. Azok a másik. Azt hiszem G2-en egészen olcsó. G2-en valami ezresért szereztem be a gémet. És ha jól tudom, benne van Origin Access-be vagy Game Pass-be, vagy valamiben benne van, mondjuk. Én ragaszkodok a Steamhez általában mindig. Szóval én hülyeségem. Hello. Nagyon szép egyébként, tehát gyönyörű a pályadizájn. Ó, ja. Nem kéne elfelejteni, hogy van ilyenünk. Aha. Ezeket a life celleket se lenne hátrányos igazából begyűjteni. Lehet, nem döglenék meg annyiszor. Mondjuk. Igen, valószínűleg itt is valami... Oh. Mennyivel könnyebb őket megölni most, mint játék azon szakaszában, amikor úgy itt jártam. Beszarás. Na, ez fog a... Nem, ez is csak XP. Shit. Még nem pingom. Öltük, hát ha lesz majd még jobb árma. Bár nem tudom ettől hova lenne jobb árma. Most 11 euró. Jó, akkor azt hiszem, hogy... hogy ez egy pillanat arra, hogy megvegyük. Majd én megvárom a nyári szünetet. A közösségi forma egy versenye, és ha elkezdődik, akkor ugye a, hát, ha nem is az első hetén, már akkor még azért érted,
De a második hetén akkor lesz a kövi Forma 1 verseny, ahol kicsit több segítség lesz engedélyezve. Kicsit lájtosabb legyen a hangulat. És utána kezdjük majd ugye a 18-at. Oké. Okay. Támadásom az nagyon jó lenne, hogyha... Spirit Light... Jó! Ja, tehát egy több Spirit Light-ot kapunk a Spirit Light-ból. Vagy mi? Aha, ez is megmutatja a térképen, és ez is megmutatja a térképen. Jó! Az a baj, itt mindenkire. Ez most annyira nem szükséges. Mármint itt most. De amúgy meg nagyon. Király. Van ott egy, de az csak... Kicsi. Mondjuk végül is. Szeva! Vele ne esse a vízbe. Valami akció van szerintem. Limitált számú akció egyébként, vagy... Mert hogyha kéket teon szokott lennének, akkor általában az limitált, szóval... Gyorsan rá kell harapni. Weakly Sail. Oh, értem. Na, az vajon hogyan... lenne megközelíthető. Mondjuk ezzel múltkor is szívtam, és nem jutottam semmire, szóval szerintem... és hanyagolom is. Na, akkor stream után. Pingo, megtennéd, hogy elinkeled nekem Discordon, és akkor tudkóra megveszem stream után. Megszólok Ferinek is. Firinek. Ez is nyitható kapu lenne? Szerintem igen. Na ezt jó lenne megtalálni valahogy. Forma 1 18. Annyi most. Esetleg itt a... Hallottam, megjött, köszi. Csóri. És ilyen békés a játék lenyűgöző. Az a kaj ott megrepett. Vagy csak hülye. A textúrája. Mindig olyan érzésem van, mint hogy minden egyes robbantással jobban repedne, de nem. Szerintem nem. Ja, várjál, mondjuk ez is csak kicsi. De ott legalább látok egyet, ami biztosra meg tudunk szerezni. Á? Mondjuk így. Nagyon jó. Hello? Ó, igen, itt nyírtuk ki az első ilyen szerencsétlent. Linkelem mindkettőtöknek. Az a legjobb. Azért is itt gondolkodtam, hogy hogyan kellene megszerezni a standet, szóval. Aha, tehát is Steamen is akciós. Már ott mennyire? Gyere már! Sűrűbben is köphetnéd a szarodat. Ha itt visszafelé nem igazán működik a dolog. 13 euró. Kéket olyan meg 11. How? No. Ha megfelelő... ívbe maradok. Akkor végül is erre magasabbra jutok.
Nem tudom pontosan, hogy miért, de ez fenn nekem gyanús volt, hogy van valami, de nincs. Jó, ezzel maradjunk ennyibe. Jó, azt hiszem kicsávót kellene írteni. Szegény pedig tök jó fejnek tűnik. Jó. Merre van még? Esetleg itt így fölfelé. Be lehet nézni. Ja, hogy itt... Ó, oh, van szél. Kicsit könnyebb. Á, igen. És akkor, ha jól értem, van olyan... pont a kövi... fejlesztésem az az lesz, hogy ezeket is mutatni fogja a mapon. Ami amúgy eléggé jó, mert... Ne. Rá, abból lesz, nem az összeset. Akkor az eléggé nagy előnybe tudok kerülni így. HP meg kristály egyileg. Power player. Nem mentettem. Ez a smear. Nyilván abból sem tudom majd még az összeset megszerezni, de... Kezdés nem rossz. Mindig, amikor felveszik valamit, utána menteni kell egyet. Jó, te nem nagyon érdekelsz. Tehát ott van fönt egy, az kapus, ezt egyelőre hagyjuk. Ott lent. Kisebbek. Ott az érdekes lehet. Még nem tudom, hogy kéne oda jutni. Ott is. Ott is, ott is. Wow. Jó, itt lesz itt a teleport. Na, mennyi hitet bír? Durva. Na. Ezt ad ide? Hát, megérte. Igazán. Aha, itt. Sokat csapattam. Aha, talán most már itt el tudunk menni. A Moon Grotto terület alján tanulod ki a kapuk kinyitását talán. Kapuk kinyitása? Azokat a fa kapukat ki tudom majd nyitni. Elmével, vagy mi? Hoho! Oké. Sikerült. Akkor itt mi lesz pontosan, azt nem tudom. Valószínűleg HP, meg... Soul Link esetleg. Ó, te bánat! Komolyan, mind a két oldalon, komolyan. Na várja, papíron. Jó. Elfelejtettem, hogy ez ekkorát ugrik. Na várjál, már mi ez a hely? Nincs itt úgy nagyon semmi. Ja, de ott van fent, bocs. Meg kell gyújtani a lámpást a közelükbe, és aztán a... Ja, szóval akkor az nem kar lesz, hanem majd ilyen... lámpás meggyújtós. Értem, értem. Jó, oké, akkor azokon nem is gondolkozok. Fölöslegesen, hogy mi lesz.
Itt van egy víz, oda mondjuk elég jól le tudnék úszni elvileg. De akkor úgy azért balanszolva van szépen, hogy még ne tudjam azért begyűjteni az összeset. Igen, ezt egyszer próbáltam megszerezni, de úgy fulladt meg. Majd itt eleve a kozos vízbe úgy halt meg, mint ahogy az annak a rendje. Oké. Okay. Bocs, térkép nyitogatásért, hogy másodpercenként, de igazából a legnagyobb segítségem a játék során. Igen. Nagyon jó. Szerintem rámegyek majd erre. Aha. Itt van egy külön mapstone. Ez még érdekes. Mert itt is ezt majd valahogy akkor ki kell nyitni. Itt teljes külön kis rész. Kis secret rész akkor. Ott van lent kettő. Rögzítve játék a játszó, remélem, hogy ezt végig is fogod játszani. Reminder Hue. Igen. Hello, Frix. A Hue-n egyébként azóta gondolkodtam, és tök szimpinek hangzik tűnik, szóval ja. Meg lesz majd nézve. Ott is egyben instant 2. Hát ezekkel azért nem sokra megyünk, de... Hogy hány ezek a game? 68. Ó, ez így víz. Vízbe gyorsabb lebukáshoz hasznos. Oké, okay, még egy HP. Mennyi van már? Jó látni. Egy halad-e? Hát ez itt üres, ide lent, szóval mehetünk vissza. Szerencsére most már fúj a szél, szóval ez nem az probléma. Új, de utáltam ezt a területet. Annyira nem, de... Pont eléggé ahhoz, hogy jó lassan innen elmenni. És akkor balrább van. Azt hiszem, is le is zuhantam anno, lenyílt alattam az a híd. Jól értem most már, ha becsapódik a támadásom, akkor még több darabra itt szét tud ugrani, vagy... Ja nem, alapból többet sebez. Ó, banyek! Oké. Okay. Ezt se láttam. Ez itt egy shortcut igazából, szóval nagyon sokra nem menjünk vele, viszont pont a hajtom mögött van valami. Itt fönt. Itt is fúj a szél. Még talán ott még lett volna valami, nem mindegy. A lényeg most megvan. És itt tudunk felugrani, ha minden jól megy. Ó, igen. Ó, igen. És ez a másik oldalra nyitva volt, vagy onnan is be van zárva? Mi volt a terv?
Elképzelésem nincs. Na az biztos, hogy a Hue az benne van a Origin Access-be. Ott láttam. Értetek, most mentünk. Game Pass. Na. Mondjuk lehet, hogy egyébként az Origin Access-ben is benne van. Nem tudom. Tehát ez itt van, ezzel vigyázz kell eleve. Szerintem ez nem ebből az irányból igazán megközelíthető. Lol. Ez a lecsapás, ez ennyire erős? Na jó, mondjuk ez eddig tartott. Pedig tökre megerültem. De minek az neked, ha van PES-ed? Hát mert a PES-em az, hát nem biztos, hogy ugye PC-re is. Hát érted, ugye PES-ben nem minden van PC-re. Jó. Jó, akkor új terv. Arra lefelé megyünk, mert arra is van. És akár egy kicsit jobban körülnézik itt a levegőbe. Hát igen, azért emlékszek rá, hogy mondtad. Jó, hogy ezt a lámpást kell majd meggyújtani. Ó. Most rosszul mondtam, a kezdőn is van egy TP. Na és ott tudod kitanulni. De hát ez majd a sztorival együtt jön, nem? De hát majd a sztori fog engem oda vezetni ahhoz. Most itt alattad. Nem. Az egy secret. Meg egyébként igen. Mi? Én itt miért nem mentem fel egyszer se? What the fuck? Hát de hányszor voltam itt? Nagyba itt éltek. Blackroot Barrows. What the fuck? Ez itt volt előtte, még hogy nem? Mi? Ezt nem értem. Egyébként. Hogy nem jöttem be ide előbb? Hát ez a sötétség fantasztikus. És ide? Ja, az lenne az a fák, igen jó.
Meg fogok halni. Ne. Ne. Itt tüske van. Ne, kurva. Miért nem tudok soul linket csinálni? Van már el nekem. Vagyek! Talán... Hát nem ezzel kell begyújtani. Vagy de? Ezt rá kell irány... Nem. Ez lehet, Ricsi. Na de várjál, hát még nem tanultam meg. És most leestem az aljára. Hát itt oldalt vannak járatok, nem kevés. Jó, igen. Habár mindegyikhez kapu tartozik. Na. Jó, ez megvan. Á. Most bejutottunk a kapu mögé. Igen. Hű. Mint hogyha nagyobb lenne a fényem, vagy mi. Lehet, hogy nem is annyira nagy baj, hogy... Lehet, hogy nem feltétlenül probléma az, hogy nem találtam én ide előbb. Aha, szóval ennek a fénye eltünteti az összes ilyen kaput. Amúgy meg... Valamikor meg... Csak ebbe látszik. Mintha a Lumos varázslat lenne Harry Potterre. Hát de örülök, hogy te itt vagy. De nagyon örülök neked. Ó, hogy... Az egész részt előről? Most akkor én ezt jól értem, hogy nem lehet sehol sem menteni? Vagy csak mindig pont olyan helyen próbáltam, ahol nem lehetett. Jó. Ó, én miért gondoltam azt, hogy amikor ez a kezemben van, akkor nem tudok lőni? Hm? Vajon miért? Hát jobb volt, mint az előbb, az biztos.
Legalább ezt csináltam valami fényt igazán. Nagyon jó. Nagyon zsír. Ez most elkezdett... Ha ettől, mintha meggyulladt volna. Na, a játék elment fel. Épp idejében. Eltennéd azt a hülyeséget a kezedből, mondjuk. Ám, ez most komolyan ott van lent. Akkor mégis csak hallj meg. Tehát, hogyha ez elkezd égni, az nekünk nagyon jó. Aha! Aha. No! Ez is megvan. Lenne gurulja. Szegény kis állatkák, akik itt élnek évezredeken át, aztán jött valami világító izések egyébként. Ilyen drasztikusan fogalmazol akkor. Rohasszorú hangzik. Az közel volt. Jó, mentés pontunk az annyi van, mint a borzalom. Én hittem benne, hogy ez meg lesz. Na még jó, hogy ennyi HP-t szereztünk az előbb. Most örülök neki. Volt, Ricsi, volt éppen, éppen ennek a részek az elején. Jóval, jóval chillesebb részt volt, de azért... Volt egy párszor. Akkor furcsa képet vágtam hozzá. No! Ó, várj, itt középen van egy komplett lift rendszer. Whatever. A franc fog visszamászkálni. Hello, Hydrox. Ő ugye... Na, rossz irány. Most jó lesz, oké? Higgyétek nekem. Akkor itt egy kapu. Nem elmentem. Akkor ezt valahogy, ha meggyűjtöm, akkor aktiválnak. Utálom a szájét. Jó, hogy ezeket nem lehet átugrani. Oké. Hello, Nessie. Na most nem végére értélve. Király. Valami esetleg? Nem nagyon. Igen, ezt begyújtottuk és az most kinyílt. Oké.
Aha, neked kell, ugye neked kell, léci. Tedd el. Why? Ott a fa. Ott a fa. Miért nem működik? Be kell kapcsolni. Jaj, csak erre vágytam, hogy valami hasonló dolog. Dolgunk kéne ugrálni. Jó, szóval ahol vagyok, aha. Ezt ide lerakjuk. Hoppá, hoppá. Meghúzzuk. És most már be tudjuk neki rakni. Igen. Gondolom most leesett a golysz hal az anyádba, vagy. Jó, ez van hozzám. Megvan. Így van, Ricsi. Mindig máshogy van. Jó, jó, jó! Ott a fa! Nyomjad! Nyomjad! Eki! Tanítse! Des! Wow! Nézzenek oda! Most már... Oh! Most már megérte, hogy megtanultam, hogy másfél évvel ezelőtt. Wow! Az nem szar. Hova került ez a map fragment? Most már mindenhol ég a lámpa. Ne is mondd. Úristen, jobb adást. Most nekem is megvannak a magam bajai, szóval. Hát érzem. Az előbb nyitottuk ki. He. Lost Grove. Ez itt mennyire... Hülye, hülye! Hát tökéletesen lehet itt menteni. Milyen kis... Lájtos hely, lehet röpködni, meg ilyenek. Nem számítottam arra, hogy itt egy ekkora secret rész van. Mondjuk, mi van akkor, hogy felugrok és elde... Easy, igen, több spirit light. Az nagyon jó. Lassan halhatatlan szintre érünk egyébként, szóval... Ennek örülök. Ennek örülök.
segít a játékmeneten. Illetve a mozgás sebességen is. Még jó. Super good. Ez a dash, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Húha, és most ez így visszafele is? Az finom. Ja, látom a magolást. Másik szerintem most nagyon menne. Oké. Mi játék lényege? Végkebbinni. Meg kell gyógyítani az erdőt. Különböző úton, módon. Mik ezek a különböző utak, módok? Hát általában egy kis fénylőgolyót kell visszajuttatni a... oda, ahol való. Igen, igen, kár, hogy most lett meg a dash. Moon Ghetto, de mi van még ott? Rip. Honnan tudod, Nesi? Honnan tudod, hogy nem elírták? Jó, egyébként a kapukkal nem vagyok jobban kibékülve azóta se, de... ott még van egy út, sőt, hú. Most ez így, how? Na ugye. Ne csinálj már fel, hogy van az a... a timing, ami ezt így... mert nagyon fel se ugrik odáig. Ez mondjuk így már egy kicsit jobb. Hát végül is... Még nem tudom, mi a terv azok után, hogy bejutottam. Hello, Pedzsi. Hello, rég lettelek. Tehát, hogy... ja. Valószínűleg nem ez lesz a megoldás. Maradjunk annyiban. Tehát, hogy egy golyót rátenni a platformra, vagy valamivel kitámasztani az ajtót, hogy van... what the fuck? Vannak itt megoldások. Hello, Bolly. Excuse me. Ja, hogy ez az egész rész, itt egy titka... mi? Halluzok, vagy az előbb beszélek? Nem látszott a térképen. Na mindegy. A map fragment az nem lenne haszontalan, hogyha be lenne már helyezve. Én neki rejpegyi. Veled mi újság? Lant...
Turn-ös spell kell. Ez a dash, ez nagyon sok helyzetben nagyon sokat segített volna nekem. Ajjaj. Ajjaj. Tényleg, Pécsi? Wow. Sok sikert hozzá. Aha, látom. Jaj, dash. De hülye vagyok. Majdnem beledesseltem hirtelen. Ott is volt egy kapu. De fönt valami fény jön ki a plafonból. Rohadjak meg. Nincs gizi. Ups. Nem lehet meghívva a mai bulira. Ugye bekapcsolom. Tehát akkor ők így, két lény, ez így tökre jó volt alap esetben. Megszakadt a kötelék. Ezek a lényegében nem voltunk még különlegesen barátok, mert ezek így alapból jóban voltak. Egy pillanatot kérek közben. Addig elindul Gizi. Mennyi képernyő? jó.
Aha. Ott van egy instant ability point. Nagyon jól jönne. Huha, 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 huha. Ez pontosan hol is van? Ja, hogy még ez mögött a kapu mögött törtem. Odafönt meg van az a fákja ismét. Akkor elmehet, hogy meg kéne gyújtani. Pedzsi, kösz szépen! A harmadik hónapos rizszabodat. Dupla volt a izé? A száp hang. Köszönöm a támogatást. Ez egyébként a napi célom 2/3. Wow. Köszi, már csak egy kell ahhoz, hogy megegyen már is a célunk. Újra tanulunk valamit. Hála az égnek. Light Burst. Ez kell ide. LB. Remélem ezt így csúlni. Igen, pontosan így gondoltam. Na ez menő. Annak a tetejéről talán, ha átugrunk. Aha. A világ összes ívében el lehet. Jó, rendesen az ívet növelni. Rövidíteni hossza. Explosive lob. Jó, és akkor így kerültünk ide vissza, ami ki is kapcsolt. Annak igazán örülök. Ez kellett volna még ide, hogy csinálja a hülyeségét. Akkor igazából most már így nem választam még semmi attól, hogy bármelyik secretet megszerezzük. Aha, az meg még ki is lehet lőni azzal a lendülettel. Pedzsi, látod az új asszett a korzát? Nem tudom pontosan mi változott, de az biztos, hogy pusztulat jól néz ki. Nem bír leállni a magyar fiú, nem bír leállni. Köszönöm Pedzsi a gift szabot Nesinek. Szegény Nesit már borzasztóan érzi magát, mert amikor Rizzab lenne, akkor pont nincsen. Olyan állapotban, hogy el tudjon menni fellőni pénzt, szóval kösz szépen Nesi nevében. És ez 3/3 megvan a napi cél. Köszönöm szépen. Melyik legyen? Ez. Life cells. És ez hogy jelzi? Pontosan úgy. Köszi, Nesi. Pont mentettem. De jó.
Nice. Szóval le egyet és ott el balra. Valószínűleg... Miért van ott odafönt ilyen furcsa ív? Ó, már értem. Jajna. Izé. Na ide szerintem kell a tripla ugrás. Habá! Talán... meg lehet oldani. Ability cell. Már osztatjuk is ki a következő pontot. Nagyon jó. Ez is látszik a térképen, minden látszik a térképen. Beszarsz. Ez 3-ba kerül, ez charge dash. Ó, ezzel viszont bizonyos falakat tudunk ki. Tiszta biliárd. Bizonyos falakat tudunk kiszedni. Ha jól értem. Na mondjuk erre most lövésem sincsen, hogy ezt hogy kinek nyitni. Ja. Ja, most is ikre, hogy itt igazán mit kell csinálni. Kis labdadobásból, nem lehetett szar a srác. Nagyon jó. Még tökre azt hittem, hogy majd ilyenkor oda kell menni hozzá. Hogy aktiváld. Na. Na. Ja, ez föntről ilyen, ha. Aha. Kinek hogy ment a kis labdahajítás? Hú, nem emlékszem. Nem emlékszem, volt amikor tök jó voltam. Aztán már nem nagyon. Változó. Azt hiszem, hogy még amikor alsóban voltam, mit tudom én, 6-ig, akkor még tök nagyot dobtam. Így az osztályhoz képest. Benne voltam a topba, utána megjöttek a kondisok, aztán így. Addig tartott az uralmam. Hogy mennyi volt? A számtam. Így szám szerint. Egyszer ledobtam a tanárt vele. Hú, nekünk is volt valami hasonló, vagy ez csak lehet, hogy csak focival rúgták le, de... De én még csak nem is nagyon szolgált rá. Szerencsétlen. Mit írtál Béra? Vagy bár annyi gomb van, hogy... Már lassan nem tudom. Nem összekeverni őket.
Létezik az, hogy... Létezik. Ó, a másik irányba akartam. Na jó, ez sem volt a legjobb, de megvagyunk. Azt imádtam, amikor nagyon neki készült egy csaj, és elhajította a lehető legnagyobb erőből, csak a célzás az elcsúszott, és a bokája előtt szintűre landolt. Azaz. De hát ezt mindenki csinált nálunk. Nekem a... Azt hiszem 100 méteres futás, az ment egészen jól még. Olyanokat rajtoltam néha. Volt ez a kis kirakott cucc. A rajtállás. Ezt arról így... Úgy betapadt, mint a picsa, ja. Hát széllel pláne, azaz. Néha mondta, hogy volt... Mondta tanár, hogy volt baj a kormányzás sem, egy balra-jobbra így... Kacsáztam olyan szinten, koncentráltam rá, hogy... Úgy fussak, ahogy csak virak. Mindig motiváltam magamat, hogy... Nem tudom mivel pontosan, jön a Minecraftos zombi mögöttem, vagy valami, de... Valami... Arra sem emlékszem. Ellenőrzőbb ezt nem írják bele, hogy mennyi volt, ugye? Csak, hogy... Hanyas. Franc. Még visszanéztem volna, hogy... Nagy volt a speed. Így van, Nesi. Nem bírtam az első felfüggesztést. Úgy egy HP-n van, én meg itt tökre úgy nyomom, mint hogy valami halhatatlan lennék. Mi a... A macskáknak játszótér. Jaj, Ricsi. 10 év múlva a stream közben cseten lehessen róla beszélgetni. És aha, jaj, itt van kövé termelő. Aha. The circle.
Hol a pélóba vagyunk? Komolyan. Bár bejártak a... Jó, vége. Az útnak. Azt hittem van még tovább. Heh. Milyen kis... Nem végeztem a negyedik résszel. Na, milyen volt? Szóval a DLC. Valami hasonló. Az egy mapstone. Ja, ott volt egy becsukott ajtó. Aha. Aha. Jaj, hogy így be lehet zoomolni. Épp most akartam taglalni, hogy ez a warp rendszer mekkora bullshit. Akkor jó. Ja, ez... Tök durva volt ez a kis secret. Kis alatt dobás ment. Amíg az izmosabbak nem dobtak. Na, hallod? Feri. Mintha... Ugyanazt mondtuk volna. Szóval, hogy én utána nem is tudom, olyan hetedik környékén egy fél évig atlétikáztam is. Fél egy évig, nem tudom. Hát rájöttem, hogy annyira nem vagyok benne sikeres. Fel is adtam a dolgot. Jó, Cooper, az... Az... Mi most ebbe kéne? Ez rendesen energiába kerül. Ott valamit még meg kell gyújtani. De akkor ez még itt nem. Ez most még itt nem. Ezt nem tudtam, hogy ez a szarság kék pontba kerül. Ez gyújtólabda. Végig kocogtunk, meg sétáltunk. Net fit és ingafutás. Ingafutás. Na várjál, valami rémlik. Hogy volt. Jaj, úristen! Az oda-vissza zenére cucc volt, ugye? Azt már középiskolában nyomtuk. Ó igen. Na ezt is be kell gyújtani. Azt jól bírtam. Azt kifejezetten jól bírtam, emlékszem rá. Gondolom akkor ez is azzal nyílik. Aha. Kedj, én nem volt annyira, ne is bánd. Egy, ez vicces volt. Az a nagy bajom nem volt egyébként az ingafutással, mert... Amúgy érdekes elképzelés. És nem volt vele nagy bajom, mert ment, szóval. Ez volt úgy nagyjából a lényege. Nem tudom mi... Milyen hosszúba csináltuk.
erre gondolkodok. Mennyi lehetett az a testvérem? Hát szerintem az volt egy 20 méter. Kézilabda pálya. Így van, kézilabda pálya. Kézilabda pálya hosszúságában csináltuk. Feri, hogy tudja? Sportember. Ha begyújtottad volna, be tudtál volna menni. Hát de... Feletted ott a lantern. Nevetem én... Várja. Nevetem észre a lanternt? Kiül le előbb. Nice. De emlékszem, hogy valaki így, amit elindult a zene, így leült a... Szépen. Hol nevettem észre a lanternt? Ott? Vagy... Aha, csak ott. Feri fel se állna. Instant min. Ja. És mire is gyűjtök? Víz alatt lélegzés... Jó, mondjuk ez. Ah! Ó, tényleg ott a lantern. Mert már egyből összekötöttem azzal a lentivel, de mondjuk akkor nem tudom, mi az a lenti. By the way. Lent van a leggyesok. Na és várj, melyik volt a másik inga futás, meg a Netflix, vagy mi a tekem? Netfit. Az mi? Az volt valamilyen testzsír százalék mérős fekvő támaszozós, mit tudom én. Ja, ja, hogy annak az egyik feladata az ingafutás. Igen, és annak volt több ilyen feladata is, amikor figyelték a testzsír százalékodat, meg a hasonlóak, és hogy ahhoz képest, meg az izomzat hülyeség, meg ahhoz képest, hogy mennyit tudsz lenyomni miből, és akkor így megállapították, hogy normális vagy-e vagy nem. Nekem mondták, full normális vagyok, szóval teljesen jó. Mi az a barlangrajz? Föl és fekvő ingafutás, ja? Ja, és akkor a másiknak kellett számolni. Igen, egyik számolt, a másik csinált, és akkor ez a... Tudod, hogy kell számolni, majd utána én is úgy számolok neked, köcsög. Vigyázzál magadra. Aztán amikor így elkezded, showtime van, és így elkezdi számolni, hogy egy, és akkor úgy... Adjál bele mindent. Okay. Úgy, itt már azóta minden látszik. Nice. Ups. Ellenőrizt, hogy jól csinálod? Ó. Nálunk számlás volt nagyba. Jó volt olyat választani, aki tudott is számolni, meg ilyenek, aztán utána már easy. Mondja már most, komolyan leestem ide? Fá!
Ja, ott oldalt lehet még. Vagy középen fellebegni azokon a szorok. Excuse me. Azaz. Ja igen, ja várjál. A fekvő meg a felülés is Magnóra ment. Most így hirtelen nincs meg. Akkor én egy másikra gondolok, ami ugyanígy felülés fekvő, csak akkor az egy ilyen egyszerűbb dolog volt. Ja, mondjuk abból, arról lehet, hogy lógtam egyébként. Kezd úgy derengeni, de lehet, hogy azt is csináltam. Igen, és akkor tényleg csak ellenőrizték, hogy jól csinálod, de nem számolták, mert egy Magnó alapján meg volt szabva, hogy szabályos felülés, szabályos fekvő támasz. És ezt hogyan kellene kinyitni vajon? Itt van egy kar. Aha. Hallod-e? Jó. Jó, hogy így menjünk kifele is. Ja, lerovad a fülem. De szépen áll a hajam. Na várjál, már ki van kapcsolva. Ez már általánosban is van, mert nekünk ez csak középsuliba jött be. Ez a netfit. Ó. Oh. Aha. Épp elég baj volt, hogy bejutottam. Baszk. Raider run. Nálatok van általános be is? Oh. Ez egy jó lakatos meg tudnád csinálni az alvázamat? Nagyon gatja a Civic alja, sajnos nem kap rá emiatt műszakit. Hát Pedzsén éppen most viszem, tehát éppen ma mentem volna egy lakatoshoz Pestre. Megmutassam neki. Már voltam ott. Nekem is csak kenőpénzzel engedték el a szoborút már. Az alja miatt, tehát mondta, hogy azzal már alap esetben nem menne át, ami az alján van. Szóval... Mennyire gatya? Tudsz képet küldeni? Mert egyébként, tehát akkor abban egy kicsit jobban tudnék esetleg segíteni. Azért az, hogy teljes alvász kelljen... Oda azért tényleg nagyon nagy probléma kell. Küszöbök és sárvédő kuka. Hát azért ez sem mindegy. Hány éves autó? Kilencvenegyes. Ajjaj. Ajjaj. Hát az probléma. Főleg, ha még nem volt lakatosnál azóta. Volt már lakatolva?
panyek. Ezt nem láttam. Az alja csak lett kemve, azt úgy hagyták alvázvédővel. Igen. Ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Hát... van az a szint, amikor már a Donor autó egy olcsóbb megoldás. De így láthatnám, mert nem tudom megmondani neked, hogy ez most milyen. Sőt, ha látnám se feltétlenül... egy lakatos kell. Hát én most egy egészen drága helyre viszem, ahol nagyon minőségi munkát várok majd a pénzemért. Nem tudom, hogy te mennyire gondolkodsz hosszú távon az autóval. Mennyire szeretnéd nagyon patikára megcsináltatni, mennyi pénzed van rá, stb. Mert ha olyan, akkor meg tudom adni ennek a műhelynek az elérhetőségét, és akkor... tudsz velük beszélni, de itt tényleg... ez tényleg nagyon... hát ilyen durvábban tényleg le van roldva az alja, akkor az... hát az ilyen millió felé elkacsingathat bőven. Egy igazán igényes helyen. Hozzáteszem. Vannak olcsóbb helyek. Olcsóbbé meg lehet oldani. Hoppá, ez nem pont az elje, ahová egyenlőre kéne jönnöm. De ott meg aztán lehet, hogy azt mondják, hogy jaj, kilakatoljuk neked. Aztán azok is csak lekenik a picsába, azt kész. Nem kaptam insta halált tőle. Még elég hasznos. Ide magam alá szeretnék lemenni. Nem mondott, Pingu. Jó, figyelj, tudok adni... kontaktot ehhez a garázshoz. Ez a műhelyhez. Meg ha van valami képed, akkor ezt megnézem szívesen. Mert átérzem, hogy milyen, amikor nem nagyon akarod elengedni a dolgot. Lassan eltekarom a HP csíkomat. Ez érdekes, Vindrax. Ez érdekes, mondjuk. Ajaj, na hogyan tovább? Hát de mi? Szabályosan repülni tudok majd egy idő után, vagy mi? Ilyen jumpok vannak. Ez még itt talán esetleg. Igen. Ja, hogy rossz a megközelítésem. Vajon ez szétrobbantja azt? Nem. Na várjál, mert valahogy tudom charge-olni a dash-t. Vajon ezzel ugyanúgy?
Elméletileg ennek így működnie kellene. Valószínűleg még nincsen meg ami. Aha, LT-vel kell ezt is, jó. Okközben... Van három is. Ó! Combat Master. Az kell. Na. Combat Master-t láthatjuk akció közben. Az miért? Durrantott még a másikra is. Ó. Oh. Miért akarom áttörni? Hát figyelj. Valami biztos, hogy van a másik oldalán. Szóval ezért. De nézd. Tehát, hogy... Ott még fenn van egy folyosó. És oda csak onnan tudnék átmenni. Tehát ott a közepén. Tehát csak odáig tudtam felmenni. Az bal oldalról lenne oda át. Vezetői út és szembe. Vajon ezt hogy kell kinyitni? És vajon ezt hogy kell megszerelni? Ó, ez van ott! Aha! Ez mondjuk eléggé fontos lenne. Könnyebb volt, mint gondoltam. Pedig nem volt kicsit eldugva. Konkrétan most már az egész monitor távolságában. Hát ez nem. De majdnem akkorában támad. Ujjjj. Vissza. Ennyi? Ennyi. Jó. No, mi van még? Itt fölöttem. Oh, hello. Mennyit szenvedtem ennek csak kinyírásával eddig. Ó, emlékszem, ide próbáltam felugrani, de nem igazán sikerült. Úgy gyors váltás, így. Pálya dizájnba. Ja, hogy ez így egyben. Azt hittem még oda oldalra ki kell menni. Kezd kifogyni a mapa. Jó, azért nem. Azért nagyon nem. Aha. Jó, azért nem lassan lehet teleportálni. Max már csak azt látom ott fönt. Jó, azt még megszerzem. Talán ott voltam, nem is olyan régen. Próbáltam megszerezni. Ó.
Még azért örülök egyébként, Pedzs, hogy most kezdem el ezt a lakatolási munkát, mert hát minél jobban telik az idő, annál nehezebb lesz. Most nekem még csak 20 éves. Most szépen megcsinálom. Akkor nagyon jó lesz. És tartós. Ja, nem arra próbálkoztam. Ups. Ez a baj, hogyha egy olyan 25-30 éves autót vesz az ember, amit még soha nem lakatoltak, hogy hát ott már kicsikét meg van késve a dolog. De még az sajnos nem lehetné látni ugye egyből mindig megvásárlásnál, hogy milyen is pontosan az állapota, mert ha lekeni éppen alvázvédővel, meg lekeni minden szarra, hogy ne látszódjon, akkor aztán cseszeti az ember, mert honnan tudná, hogy az alatt baj van. Hello, Cactus! Baszki! Ez nagyon szép volt. Why? Vagy így volt előtte törve. Igen. Igen. Például. Úgy emlékszem, azon a részen nem jöttünk végig a múltkor. Akkor itt voltam. De akkor melyik irányba jöttünk olyan? Ups. Végül is ez se rossz. Olyan is eszi? Hát reméljük, hogy nem nagyobb a probléma. Hát az lehet akár hengerfej és akár a hengereknek a túlzott kopottsága. 99? Ó. Oh. Meg az csak a régió egyébként. Nem az egész game. Miért kap? De azért csak beúszni kell, látod? Mert ott olyan... Ez a logikus. De honnan? Honnan lehetne oda beúszni? Hello, Szabi. Tudom, de ez is valami. Így van, overall 81 a teljes játék. Oh, Móni. Hello, Zsoló. Na, mi van még ott? Igen. Az egy kapus lesz. I think. Sztoriban még nem tudom mennyi van, de azért még van bőven a sztoriban egyébként. Bőven, szóval... Azon kívül meg már... Egyszer majd velünk Cségót? Nem biztos, viszont...
most így megy a Dreamhack. Megjött a kedvem Chigóhoz. Lehet megzaklatom vele Ferit, hogy esetleg. Kéne valami. Csak az a baj, hogy 5 ember kell, és ez rengeteg. Rengeteg sok az 5 ember. Hol lehetett az a kis lámpás? Csak az OT. Igazából, jó, az a persze. Így van. Hát azért az nagyon sok, nagyon sokat számít, hogy első autó. Egyszerűen nem nagyon mond le róla az ember. Le is kellene. Szóval teljesen megértem. És az biztos, hogy végül a végeredmény, ez nagyon jó lesz. És ja, ha jól nézem, akkor 2 év múlva már mehet is az OT vizsga. 30 évestől van, azt hiszem. Jó, mondjuk azért, hát igen, addig még sok munka van. Nagyon sok munka van. De, ha jól sikerül, akkor abban lesz egy OT. Még tényleg azóta sem tudom, amit Junior tegnap mondott pont, hogy... Was it me? Ó, hogy gebedjen meg, jó, mondjuk van ott a teleport. Hogy most az OT-s kocsival azzal lehet csak úgy free-be szaladgálni, amerre akarsz, vagy tényleg van rá egy ilyen törvény, hogy nem. Lehet. Lehet-e velünk játszani? Olykor adódik rá lehetőség. Például Ferivel lehet erhadozni. What the f... Na. Ja, a GTA verseny is ott van. Levelet. Lehet honfoglalózni is. Ricsivel egy élemény honfoglalózni mindig. Nem töri össze a szívedet azzal, hogy elver félkézzel, nem? Jaroslav! Köszönöm szépen a 3 dolláros támogatásodat! Szevasz, nyomasod remek játékot, Playten kint lesztek, srácok! Köszönöm szépen a támogatásodat, Jaroslav! És... Remélem jól ejtem ki a neved. És sajnos most egyenlőre úgy néz ki, hogy idén egyik playten se leszünk kint. De hát ha ez majd idővel változik. Ja. Egy ideje nem járunk most a playtekre. Nagyon remélem, hogy majd... Tehát, hogy... Ahogy úgy ugye jártunk eddig a playtekre, az nem volt mindig a leg...
legjobb. Tehát a... valahol lenni és aláírni oldély az... nem a legkellemesebb dolog. És... nagyon remélem, hogy majd egy szép napon vissza tudunk kerülni úgy, hogy valami számunkra megfelelő helyen leszünk. Megfelelőbb helyen leszünk. Mondjuk gondolok itt arra, hogy valamilyen... valamilyen szinten így részt venni a gaming részében a rendezvénynek. És esetleg színpadokon lenni kicsit többet. Ami valami, mert... vagy esetleg egy... szoktak lenni ilyen streamer vs... na, ott lehetne közösen játszani. Streamer vs néző, látogató, mondjuk Chego, Overwatch vagy bármi. De olyanra soha nem kerültünk be. Ez itt honnan nyílhat? Lehet egy sokkal hosszabb út, és teljesen... na, örülök, hogy tetszik a game. Most már nekem is egyre jobban. Ahogy így... kezdünk ilyen... gyilkológépek kiválni, és konkrétan... alig lehet meghalni a játékban. Szerintem itt kéne, vagy valami. Ups. Ja, nagyon lassan és nehezen indult be. Esetleg ez egy kicsikét megnyomoríti a dolgot. Sztori kezdés. De igen, az furi volt. Ám, ez érdekes. Nem igazán tudok rájönni. Ó, 2 óra. Jó. Hol tartunk a gameben? Sztoriban nem sokat haladtunk, like. Inkább csak skill esettem. Ami nagyon rám fért. Sztoriban alig volt egy kis menekülés is annyi. Most kellene átmenni erre a régióra. Mondjuk oda. Ja. A fához. Ez az. De viszont nem folytatom majd legközelebb. Szerintem, főleg, hogy ennyire kis fán lett a game, mondjuk valószínűleg még egy boss fight meg fogsz szivatni. Szerintem hétfőn mindenképpen. Délőtt lenyomom. Hát, hogy akkor már végzünk ki a game-mel? Azt nem tudom, mondjuk ez a 80% elég járókodó. 355 halálunk volt. Wow. Ő legalább számolta, ha már én nem. Ja, és ott van, hogy hány darab HP növelő van, és hány darab... és itt nem jut eszembe, nevetett a kék növelő rész. Hát szerintem éppen majd be tudjuk fejezni. 19/33, ez ability point lenne. Aha, az. Jó. One life challenge. Az. No, köszi a figyelmet. Köszi a kiváló kis hangulatot, feliratkozásokat. Hogy itt voltatok. Este... Tali Forza Horizonnal. Addig pedig szép délutánt. Sziasztok!